Több tucat migráns találtak egy kis buszba zsúfolva Észak-Macedóniában. Ez is mutatja, hogy nő a migrációs nyomás a balkáni útvonalon. Hasonló a helyzet Magyarország déli határszakaszán is, ahol csak a hétvégén több mint 300 határsértővel szemben intézkedtek a magyar hatóságok. Barna is vendége folytatja a témát. Köszönöm szépen, Bakondi György tábornok úr, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadó. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Egy helyzetelemzést kérhetnék, hogy mi a pillanatnyi helyzet a magyar határon? A magyar határon tulajdonképpen valamennyi fő mutató tekintetében megközelítettük a tavalyi év egészében elért eredményeknek, tehát számadatokat. Ezen belül az embercsempészésben sokszoros növekedés van, és a déli szakaszon hát egy olyan 40%-os növekedést tudtunk mérni. A tavalyi év hasonló időszakához képest, illetőleg, mint ahogy mondtam, a tavalyi év egész évi adatokat pedig jelentősen megközelítettük. Ez azt jelzi, hogy bár a görög határon intenzív védekezést folytatnak a görög és az Európai Unió Frontex egységei, és a görög rendőri katonai erők, és bár jelentős hullámokban inkább Bosznia felé haladnak Szerbia felől, ezzel együtt a szerb táborokból a járványveszély lezárultát követően, hát mondjuk úgy, hogy szabadon távozott migránsok egyre nagyobb csoportokban jelennek meg a magyar határon, vagy éppen a román határszakaszon is. Ez egy fokozott erőfeszítést igényel, és különösen élessé teszi azt a helyzetet, amelyet az Európai Unió készülő migrációs politikája, az Európai Bíróság gyakorlata, a liberális pártcsaládhoz tartozók aktív követelése a határok megnyitásával, az illegális migráció megállítása helyett a beengedéssel kapcsolatban napról napra elhangzik, és ezek Magyarországgal szembeni politikai támadásként jelennek meg. Ha már tábornok úr említette az Európai Unió migrációs politikáját, készülő, mint ahogy idézem tábornok urat, az elmúlt 4-5 évben hallottunk már készülőről. Ebben a legutolsóban mi van benne? Ez egy 7 csomagokba tárgyalják a különféle kérdéseket. Itt migrációs hatóság, egységes európai szintű migrációs hatóság létrehozásától, a kvótarendszer újra melegítésén át, a visszatérési irányelv módosításáig sok mindenből áll. Mi szeretnénk ezt csomagba tárgyalni, tehát meg szeretnénk akadályozni, hogy külön-külön lehessen erről szavazni. Leginkább a kvóta kérdése az, amelyik szemmel láthatóan az Európai Unió tagállamainak egyre növekvő számában visszatetszést kelt. Épp legutóbb a szlovén illetékes nyilatkozott erről, és így már a V4-ek, Észtország, Lettország, Szlovénia fellépése akár ennek a minősített többséggel vagy egyhangúsággal történő elfogadását meg tudja akadályozni. Nem véletlen, hogy különféle napirendi pontokban, parlament plénumain, vagy éppen a bíróságnak a különféle témáiban egyre gyakrabban igyekeznek abban az irányba mozdítani a kérdéseket, hogy a jogállamiság alapkritériumának teszi a határok megnyitását, és nem véletlen, hogy a 7. cikke szerinti eljárás éppen Magyarország és Lengyelország ellen folyik, és mostanában pedig erőteljes törekvés tapasztalató arra, hogy ezt a törvénycsomagot, vagy ezt a új migrációs politikának a 7 elemből álló politikai palettáját, ezt minősített többséggel is el lehessen fogadni, tehát ne kelljen egyhangúságra törekedni. Nyilván ők is fölmérték, hogy az egyhangú döntéshozatalra egészen biztosan nem lesz mód, és hát volt már erre példa, amikor a kvótát az Európai Tanács, tehát a miniszterek, államelnökök, államfők és a miniszterelnökök tanácsa kimondta, hogy lehet kvóta, de csak önkéntes alapon, majd pedig átvitték a kvóta döntést a belügyminiszterek tanácsába, ahol csak minősített többséggel lehet dönteni, és ott pedig megszavazták, hogy kell kötelező kvóta. Most ez a helyzet megint fennáll, tehát úgy is mondhatnám, hogy nem látszik, hogy tanulna az európai bürokrácia azokból a negatív jelenségekből,
ebből, amelyek az európai biztonság, az európai társadalombiztosítás, szociális ellátórendszer, vagy éppen most a járvány veszély után azoknak a százezeknek a problémája jelent, akik a munkahelyüket elveszítették, egyáltalán megszűntek azok a körülmények a jelenlegi nyugat-európai gazdaságon belül, hogy százezer számra szükség lenne migránsok munkaerejére, behozatalára, hiszen ott élő őshonos állampolgároknak sincs munkájuk. Tehát itt egy komoly veszélyt, politikai, társadalmi, biztonsági veszélyt jelent a liberális politikának a folytatódása, vagy új formációk keresése. Tehát van akkor a járványveszély mekkora kockázatot jelent, hisz a migránsok döntő többségén semmilyen papír nincs. Az egészségügyi állapotról meg hát nyilván nem tudni semmit. A törököknél ugye nem véletlen az, hogy a márciusban, amikor megkezdődött a görög-török határon a török politikai döntésnek megfelelően az elengedése a migránsoknak, és ott megkezdődtek a konfliktusok, összecsapások az Evrosz folyó térségébe, hogy egy idő múlva a törökök elszállították a térségbe került migránsokat, éppen a járványveszély miatt, és erőteljes intézkedéseket tettek például az iráni határ őrizetére, hiszen abból az irányból Iránon keresztül elsősorban afgán, pakisztáni, bangladesi migránsok tömege érkezett, akik Iránon is keresztül jöttek, ahol tudva levőleg az ázsiai járványveszély egyik gócpontja alakult ki. Most majd meglátjuk, hogy az érkezőkkel mi a helyzet. Most napjainkban újra a görög-török határon napi rendszerességgel figyelemmel kíséri a kormányzat adott történteket. Látható, hogy a szigetekre ismételten aktivitás kezdődött, nem egyszer a török parti őrség kíséri azokat a hajókat, akik a migránsokat hozzák, és egyre gyakoribb, hogy a szigetekre érkezők között hát fertőtötteket találnak, vagyis a migráció és az egészségügynek van egy ilyen összefüggése, hogy veszélyes, hiszen nem tudjuk, hogy az érkezők milyen lappangási idővel, milyen betegséggel, itt elsősorban a járványveszéllyel kell számolni, de van egy olyan összefüggése is, amelyik a migrációs újabb hullám elindítását különösen kockázatossá teszi, amiről az előbb beszéltem, miszerint az érkezőknek az ellátása, elhelyezése, szociális ellátása és munkáltatása komoly akadályokba ütközik, hiszen az állampolgárok sokasága veszítette az állását, és így nagyon komoly társadalmi feszültségeket okozna, ha nem lehetne megakadályozni ezt. Ez lehet látni most közelmúltban nyilatkozott például az osztrák belügyminiszter, hogy hogyan tervezi Ausztria, hogy jó lenne a külső határokon megállítani, és ott leszűrni, hogy csak azok jöjjenek, akik ne jogosultak politikai menedékjogra. Ugyanakkor pedig hát számos eljárás folyik Magyarország ellen, illetve döntött a bíróság például a tranzitzónák ügyébe, amelyik nem találta meg kielégítőnek, hogy ott szűrjük és ott döntsük el, hogy mi legyen, és napjainkban pedig újra az alkotmányunkkal összefüggő politikai jogi lépések is folyamatban vannak, amelyek szerint azok a magyar alkotmányos előírások, miszerint a magyar hatóság egyedi döntés alapján lehet döntés hozni migráns betelepítésről, vagy egyáltalán politikai menedékjog adásáról, és szó se lehet semmifajta külső politikai döntés alapján tömeges betelepítésről a magyar lakosság akarata nélkül. Ez újra napirenden van, és nem véletlen, hogy a nemzeti konzultáció két utolsó kérdése éppen a migrációval és az alkotmányos előírások védelmével foglalkozik. Ez megint egy olyan helyzet, amikor a magyar lakosság álláspontját világosan szeretné látni a kormányzat, hogy az elkövetkező hetek és hónapok kemény politikai vitáiba és harcaiba mi legyen az álláspontunk, hiszen a magyar kormány álláspontja a magyar emberek akaratán kell, hogy alapodjon. Tábornok úr, köszönöm szépen. Én is köszönöm.